édesapámmal találkoztam most, sajnos elég rossz az idő. Azt szerettük volna, hogy kicsit jobb időben találkozzunk, de ez most így alakult. Igazából ő vitt le engem a teremben még 2000-nek az őszén, és ő mutatta meg azt, hogy milyen ez a kardvívás, mert ő is vívott, és ő is ifi válogatott volt, ha jól tudom. Ez igaz. Már régen meséltél róla, de... Kicsit elvetted a szavamat, mert ezt lehettem volna elmesélni büszkén, hogy 8 évig vívtam versenyszerűen, de aztán sérülések miatt abba kellett hagynom. Úgyhogy akkor ennyi volt a karrieremnek, de aztán úgy döntöttem, hogy hát a két gyerekem majd tovább folytatja. Jó géneket kaptam. Jó géneket kaptam, pontosan. Tőled. És aztán ahogy a mai eredmények tényleg ezt bizonyítják, úgyhogy ez jó választás volt. Remélem, hogy téged is, meg a Dávidot is, de hát aztán te kitartom voltál. Jól emlékszem, hogy az első edzésen nem vettem részt, hogy én ilyen diákpolitai foci vettem részt. Hát igen, mert hogy te csak 7 éves voltál, hiszem te voltál a legfiatalabb, szerintem kezdő. Persze, hát sokkal idősebbek voltak, az Áronékhoz csatlakoztunk be. Sőt, mindig azt hitte, hogy ő többet tud, mint amennyi a korán. Nál elvárható, mert a bátyával biciklivel is versenyeztek, és ő azt hitte, hogy hát ő tud úgy biciklizni, mint a bátya. Tud olyan gyorsan biciklizni, mint a bátya. De nem tudott megállni, és akkor átesett a bicikliről, hogy mit utóbb kiderült, elrepett a vesélye. Apa azért sok versenyemre elkísért, tehát egészen kiskoromtól kezdve végig ott volt és drukkolt, néha nagy izgalommal töltött el, hogy én tustadok vagy kapok, de hál' Istennek nem nagyon szólt bele szakmailag, hogy edzek, meg hogy Gyuri bácsi hogy nevel engem. Azért az egy nagy áttörés volt, amikor megnyert az első gyerekversenyét. Az egy nagy megkönnyebbülés volt nekem is. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, azt meg is könnyeztem aztán. Amit ő nem látott, mert kimentem a teremből szerencsére. 2017-ben tavaly előtt úgy döntöttük, hogy elmegyünk Lipcsébe és megnézzük a VB-t. És pont azt a versenyt sikerült kiválasztani elejétől a végéig, amit egy hihetetlen és nagyszerű vívással megnyert. Azt, hogy láttam az Andrist fönn a dobogón személyesen, 20-hány év volt az első világbajnok, egyéni világbajnok, győztes, magyar győztes, azért az egy felemelő érzés volt. És akkor meg tudod fogni a kardot? Igen. Azért ehhez hozzátartozik, hogy 25 év után lementem a terembe, és vívtunk egy bemutató asztalt az Andrissal, és azt hiszem megvertem, ha jól emlékszem, 5-4-re. Ugye azért ez kicsi ciki volt. hozzátartozik, hogy azért hajtanak nyerni, de... Oké, ez jó duma, igen. Én is azt mondtam, amikor teniszbe kikaptam, hogy jó, nyerjen egyszer, 10. után nyerjen te is egyszer. De jó volt. Lehet, hogy elkezdem újra, nem tudom még.